Kedves kollégák, azt látjuk, hogy kiskorú gyerekeknek minden szabad. Iskolába is, a városba is, otthonba is. Nagyon sok mindent megengednek maguknak. Mert ugye őket nem szabad traumatizálni, valami gond van, akkor pszichológushoz kell venni. És azt látom, hogy hát elhiszik magukat. Kialakul bennük egy olyan érzés, hogy ha velük aztán baj, ugyan hogy történhetne. Pedig igazából az ember egy dióhéj, könnyen összeroppan. Egyik gyerekünk ugye levizsgázott, aztán hajtásira, minden, és hogy elvették tőle a könyvet. Ilyen a világ. Vannak törvények, objektív törvények, amiket be kell tartani. Meghívtam Budai Istvánt, azt hiszem többen ismeritek, ő vele alkottuk meg, amikor volt a muzsika hangja, a Szent Adórián színdarabot, és előadtuk. Gyerekeink többször voltak ott náluk is. István is többször volt nálunk. Ő a Balassa Gyarmati Fegyház igazgatója volt, nyugdíjba ment. És beszélgettünk, és mondtam, hogy milyen jó lenne, eljönne, és egy kicsit a gyerekeinkkel elbeszélgetne, kollégákkal, bűnmegelőzés. A büntetés végrehajtó intézményeknek ez feladatuk is, hogy ne csak a bűnösökkel foglalkozzanak, hanem hogy hogy lehet a bűnt megelőzni. Hogy lehet erre a fiatalokat felkészíteni. És majd két kollégájával november 8 és 10-e között Erdélybe jön, és hát ugye mindenhova nem tud elmenni, ez logikus, de arra gondoltam, hogy legalább a nagyobb gyerekeket négy helyre összegyűjtenénk. És hát ugye Nagyváradon kezdődne, 8-án, péntek délután, aztán lejönnének ide Dévárit, megaludnának, és szombat délelőtt reggelibe 9-től jó lenne, hogyha itt a petrozsényi, szászvárosi nagyokkal, persze a dévaiakkal. Természetesen ezt a rendezvényt ki lehet nyitani, tehát város összes diákját mi szívesen, szeretettel látjuk, nem csak Dévá, hanem mindenütt. És hát ugye lehet kérdéseket feltenni, ő is elmondja, amit úgy fontosnak lát. Kicsit döbbenjünk rá arra, hogy hát igen, Magyarországon közel 20 000 ember ül jelenleg is börtönbe, fegyházban. Én úgy tudom, hogy 40-50 000 között van Romániában is, akik börtönbe vannak. Az utolsó felmérést, amit láttam, azt hiszem ezért, hogy 4-5 évvel volt, 12 000 vagy valamennyi román állampolgár ült Európa különféle börtöneiben. Igen, vannak törvények, amiket ha nem tartasz be, bezárnak. Persze történhet rosszabb dolog is veled. De az lenne jó, hogy el tudjuk kerülni ezeket a, hát az élettel együtt járó csapdákat, bűnalkalmakat, kísértéseket. Aztán szombat délutánra, november 9-ére nagyon szeretném, ha le tudnának menni Gyergyószent Miklósra, vagy Szárhegyre. Akkor Szárhegyen ugye ott van is hely, szépen gyűjjenek össze, és hát oda össze lehetne gyűjteni a napközis gyerekeket is, meg a többieket is, hogy kicsit, hogy mondjam, erről a témáról beszéljünk. Nem sokára itt van az advent, úgyis bűnről kell, hogy beszélni, és a bűn következményeiről. Sajnos sok olyan embert ismertem, aki évekre, évtizedekre be volt zárva. És képzeljétek el, édesanyja, kalocsai fegyházba beszélgettem, gyóntattam, minden. És úgy, hát mondta, hogy 7-8 éve benn van, hogy a két lánya van, és azok mekkorák, és minden. És úgy magam esze szerint, hát már ilyen 7-8 éve itt van, hát akkor még egy-kettő talán vas, hús. Hát mondta, ez már hamar eltelik. Rám nézett, és azt mondja, atya, ha minden jól megy, 2052-ben szabadulok.
Igen. És miért történik mindez? Itt Barcsán voltam a börtönben. Ott volt egy 16 éves fiú, elmentek inni, aztán elmentek a szomszédhoz, nénihez, hogy vegyenek pálinkát, és az idős nénit, mit tudom én, miért, hol volt az eszük, megerőszakolták. Néni sírt és kiabált, és megnyugasztották. Kapott 30 évet ez a 16 éves kölyök. És megkérdeztem, hogy Pöjdecse, miért tetted ezt? És azt mondtam, anturázsul. Tehát a helyzet úgy hozta. Tehát ő nem azért ment, hogy bántson valakit is. Ő amikor este délután felöltözött, hogy elmenjen a... Benne volt ez az újságban, úgyhogy ez nem titok, a pusztakaláni, hogy mondjam, diszkóba, neki ilyen gondolatai nem voltak a fejében. Nem, bánturázsul, a helyzet így hozta. Ez történt. Igen, testvéreim. És persze, mint kiskorú, megkapta 30 évet, aminek felét kell leülje, mivel hogy kiskorú, de 15 év az életed legszebb része. Ott bent mindenféle hozzád hasonló szerencsétlen emberrel. Igen. És aztán ugye, mondtam a programot, az utolsó állomás, Szárhegyen aludnának a kedves vendégek, átjönnének Dózsa-Győrre. Én közben ott fiataloknak lelki gyakorlatot is tartok, és akkor úgy lenne, hogy 12-től, hát a kis kápolnánkba lenne egy szentmise, és utána ugyancsak meghallgatnánk ezeket az embereket, gyerekeinkkel kérdéseket tennénk fel, ebédelni, és aztán utána hazaengednénk, mert hát nekik is hétfőn kezdődik az élet, a munka. Adja az Isten, hogy tényleg önmagunkat, gyermekeinket felkészítsük arra, hogy a rossznak, a gonosznak nemet tudjunk mondani. Ellen tudjunk állni a kísértésnek. Dicsértessék a Jézus Krisztusot!